Az élet a bizalom útja. Ahogy egy kirándulás alkalmával egyre közelebb kerülünk kitűzött célunkhoz, úgy egyre jobban megismerjük annak az ösvénynek a sajátosságait, amelyen járunk. A szemináriumi évek elején megragadott egy Zsoltár részlet, ami így hangzik: igaz áldozatot hozzatok és bízzatok az Úrban. Ez a mondat végigkísért a tanulmányi éveim alatt, éppen ezért választottam a diakónus szentelésemkor jelmondatul. A bizalom témája más kontextusban ugyan, de már régebben is elgondolkodtatott. Elemi erővel azonban a hivatáskeresésemkor tört elő, vagyis hogy rá tudom-e vízni magam az isteni gondviselésre, és mit jelent ez valójában a konkrét cselekedetek terén az életemben. Amikor életem talán legnehezebb döntése előtt álltam, lelkiatyám azt mondta: a döntés olyan, mintha bekötött szemmel ugranál. A kérdés tehát az: van-e elég bátorságom ugrani, és elhiszem-e azt, hogy az Isten tenyerébe érkezem? Hamar rájöttem, hogy nem csupán ez a döntés, vagy a döntések általában, hanem az egész élet a bizalomról szól. Hogy a saját életem boldogsága azon áll vagy bukik, hogy bízom-e az Istenben. De hol van ennek a határa? Sokszor mondom én is, és környezetemben másoktól is hallom, hogy én bízom az Istenben, de a végletekig bebiztosítom magamat. Ha például életbiztosítást, vagy csupán utasbiztosítást kötök, az az Istenbe vetett bizalom hiányának, vagy a felelős magatartásnak a jele. A félelem és aggódás része az életünknek, de hol van annak a határa, hogy kételkedem az Isten jóságában? Elhiszem azt, hogy az Isten szeret és gondoskodik rólam, és hogy a legapróbb részletekig érdekli őt, hogy mi van velem. Hiszen azt mondja: az ajtóban állok és kopogok, ha kinyitod, bemegyek és veled vacsorázom. Arra vár, hogy beengedjem az életembe. A bizalom útján járni azt jelenti, hogy nem látok sokat abból, ami előttem van, ami rám vár. De eddigi tapasztalataim azt mutatják, ha nem én tervezem be az összes rendelkezésre álló percemet és teret adok az Istennek, akkor válik igazán kalanddá az élet. Ehhez semmi nagy dolgot nem kell tennünk, mint behívni életünkbe, vagy inkább megengedni neki, hogy részese legyen az életünknek, a legapróbbnak tűnő dolgokban is. És így begyakorolva ezt, a nagy döntéseinket is már vele együtt hozhatjuk meg. Ha ezt megtesszük, akkor válik a bizalom útja egy kalandokkal teli úttá.